itt figyelünk a, úgy a közösségépítésre is, tehát a csoporton belüli viszonyok, a színpadi megjelenés, a népdalcsokor válogatás, a hangmagasságok, a beéneklések, tehát itt leginkább vajdasági anyagból dolgozunk, így hívtuk az előadókat is. Múlt hétvégén itt volt Csizmadi Anna Kupuszináról, és Berta Alexandra, a Hagyományok Háza népzenei szakelőadója Budapestről, illetve Horváth Károly Zalaegerszegről, aki azt a részt ott a Muravidék Zalaegerszeg, ezt a déli részt nagyon jól ismeri és tanította a múlt héten. Erre a hétvégére pedig Szabó Anna Mária, temerini népszenepedagógus, illetve Vakler Anna fog jönni holnap.